Hogyan lett író? Jak jste se stala spisovatelkou? Spisovatelkou jsem se stala, protože to bylo za totality nejjednodušší. Ügyletem író, mert ez volt a régi rendszerben ez volt a legegyszerűbb. A protože asi jsem podědila nějaké spisovatelské geny. Ale do té doby, než jsem se spisovatelkou stala, jsem to nevěděla. És valószínűleg azért is, mert valószínűleg valamilyen író tehetséget örököltem. De ezt előtte nem tudtam, mielőtt lettem író. Értem. Milyen szerzők művei hatottak önre? Jaký literární díla na vás působili? No, já abych pravdu řekla, tak jsem dlouho žádná vášnivá čtenářka nebyla. Én elég sokáig, hosszú éveken keresztül nem voltam valami szenvedélyes olvasó. Protože jsem radši sportovala, nebo tančila, nebo cokoliv jiného. Čtení mě moc nebavilo. Mindig más csináltam, én inkább sportoltam, vagy táncoltam. Szóval nem élveztem az olvasást nagyon. Takže veškerou povinnou četbu na gymnáziu jsem opisovala. Tehát a gymnáziumban az összes ilyen kötelező olvasmányokat, ezt én lemásoltam valakiről. A teď ji čtu. És most pedig kezdtem olvasni ezeket a műveket. A začala jsem číst někdy ve 20, pořádně. Tehát úgy igazából körülbelül 20 évesnek kezdtem írni, kezdtem olvasni. A pak ty spisovatelé, kteří se mi líbili, to se různě měnilo podle věku a podle toho, jak mi co sedlo. És a kedvelt írók nakonec változtak az évek folyamán, éppen mindig más időben mást tetszett nekem. Teď se mi strašně líbí ruská literatura. Most nagyon szeretem az orosz irodalmat. Ale měla jsem období Izáka Baševiče Singera. De volt egy olyan időszak, amikor Izák Bašević Singert szerettem. A třeba jsem taky strašně před nedávnem, když u nás vyšli, ocenila denníky Sándora Máraje. És többek között ugye nem régen, amikor megjelentek Csehül is Márai Sándor naplói, akkor ez nagy hatással volt rám. Ale ty se mi tolik nelíbily. Ty jeho díla se mi tolik nelíbily jako deníkový záznam. De o szép, de Márainak a szép irodalmi művei nem tetszettek annyira, mint a naplói. Ty byly skvělé. Ezek tényleg ragyogó. Említette a táncot, ez versenytánc volt, vagy hétvégi szórakozás? Mluvila jste o tancování, to jste tancovala závodně nebo jo? Ne, já jsem dělala modern dance, jazz dance. A k tomu jsem zpívala a tak, ale vlastně jsem to nemohla nikde pak použít, protože jsem nesměla nic. Én foglalkoztam modern dance-el és jazz dance-el is, de nem tudtam ezt utána sehogy se alkalmazni, mert nem volt szabad fölépnem. Asi kdybych vyrůstala ve svobodné době, tak by mě strašně zajímal muzikál, ve kterým bych chtěla zpívat, tancovat. Lehet, hogy ha mondjuk egy szabad rendszerben nőttem volna föl, akkor lehet, hogy musicalben táncoltam, voltam volna, énekeltem, ez vonzott engem legjobban. Ale právě proto, že jsem nevyrůstala ve svobodě, tak jsem byla uklízečka a proto jsem se pak teda stala spisovatelkou. De mivel nem egy szabad rendszerben nőttem föl, ezért takarítónő voltam, és ezért lett belőlem írónő utána. Az előbb említette, hogy későn kezdett el olvasni. Felmerül bennem a kérdés, akkor lehet valaki úgy író, hogy előtte nem olvas? Nincs nagy olvasottsága? Jak jste předtím říkala, že jste vlastně jako v dětství a mládí moc nečetla, je to, tak se chci zeptat, je to možné, aby se z někoho stal spisovatel, aniž by hodně četl? No, já si skoro myslím, že to je dokonce někdy i lepší,
protože člověk víc vychází ze sebe a nesnaží se kopírovat vzory. Jen asi jsem hotěř, i ten Ellen Kezulek, amennyiben az embernek igen hozzáteszi az írónő, amennyiben van tehetsége, akkor ez jobb, ha nem olvas túl sokat, mert akkor saját magából indul, és az dolgozza fel, ami benne van, és nem próbál csak lemásolni másoknak a műveit. Milyen ma írónak lenni Csehországban? Jaké to dneska v České republice být spisovatelkou? Já myslím, že být tvůrčím umělcem jsou skoro vždycky muka. Egy alkotó művésznek lenni, ez majdnem mindig szenvedés, kínszenvedés. Protože člověk neustále, tak čím je starší, tak neustále nebo stále víc pochybuje o tom, jestli to, co dělá, je dobrý a abych zacitovala sama sebe z té knížky, i když to teda není moje citace. És mert a korral ugye, ahogy az ember idősebb, akkor egyre jobban kételkedik abban, hogy az, amit csinál, ez jól csinál-e. És most idézek egy saját idézetemet, mondom. V té knižce cituji neteř France Kafky, která stále žije. Ott ebben a könyvben egy helyen idézek Franz Kafka unoka testvérét, aki még él, tehát unoka húgát. A s kterou se znám. És akit ismerek. A která mi kdysi napsala, chudák spisovatel buď píše, až se z toho zblázní, anebo nepíše, až se z toho zblázní. És aki egyszer azt írta nekem, hogy szegény író, vagy ír, hogy bele bolondul, vagy pedig nem ír, és abba bolondul bele. A já myslím, že tak se má spisovatel všude na světě. Když asi jsem ezo z írou dolga mindenhol világon. Hogy írjam? Aby psal. Ezzel kapcsolatos a következő kérdésem. Mi a munka módszere? Mennyi időt tölt naponta írással? S tím souvisí moje další otázka, jaký je váš styl práce, kolik hodin denně trávíte psaním? Teď netrávím psaním nic, protože se mi nechce. Most éppen nem írok egyáltalán, mert nincs kedvem. A když jsem psala Rok kohouta, tak jsem trávila psaním skoro všechno, protože jsem psala třeba 16 hodin denně a pak jsem v noci si zapisovala, co ještě mám napsat a co mám naopak škrtnout. To jsem byla v hrozném tahu a to bylo hodně náročné. De amikor ezt a könyvet írtam, akkor néha egy nap 16 óráig is írtam, és éjszaka még fölébredtem, és följegyzéseket tettem, hogy mit kellene még bevenni. Ez egy nagy ilyen húzam volt, és ez nagyon erős volt. Takže já nejsem takový ten typ spisovatele, který každé ráno zasedne a přesně v určenou dobu určitý čas píše. To jsem si nikdy nemohla dovolit, protože jsem psala a měla jsem k tomu 3 děti. Takže mi to i teď zůstalo, že píšu v nárazech, když musím. Tehát én sose voltam az a fajta író, akinek van egy ilyen rendszeres élet és munkamódja, hogy reggel fölkel és akkor néhány óráig ír. Ezt én nem tehettem akkoriban, mert ugye 3 gyereket kellett nevelni, és ez már megmaradt nekem, úgyhogy ezért ilyen rendszertelen. Akkor a Kakas évében szóba került az alkotói válság. Ezek szerint ezt nem válságként kell értelmezni, csak időnként van miről írni, időnként pedig nincs. V roku kohouta píšete o tom, o tvůrčí krizi. A podle toho, co teďka říkáte, se to tedy má tak, že vlastně nejde o krizi, ale o to jenom, že jsou období, kdy máte o čem psát a jsou období, kdy nemáte o čem psát. Ne, já bych určitě strašně ráda teďkon psala, ale pořád se bojím začít. Én biztos nagy örömmel írnék most is, de valahogy félek elkezdeni. Mitől fél? A čeho se bojíte? No,
bojím se, že to nebude dobrý a že nemám silné téma a tak, že budu psát jenom proto, abych měla další knihu. Félek, hogy nem lesz jó, amit írok, félek, hogy nincs elég erős témám, félek attól, hogy csak azért írok, hogy legyen egy következő könyv. Vlastně se mi zdá, že hodně spisovatelů píše knihy proto, aby měli další knihu a mě ty knihy dost často vůbec nebaví. Én úgy érzem, hogy sok olyan író van, aki csak azért ír, hogy legyen a következő könyve, egy további könyve, és én nem tudom ezeket a könyveket igazából élvezni. Uh-huh. Értem. Viszont eszembe jutott egy kérdés annak kapcsán, amit mondott, hogy amikor megír egy könyvet, az elsőre nagyjából készen van, vagy nagyon sokat szerkeszti, újraírja, újra gondolja. Mennyi idő alatt készül el? To mě připomíná ještě teda jednu otázku, když píšete knihu, tak ji napíšete jako spíš v jednom tahu, a nebo je to tak, že se k tomu hodně vracíte, přepisujete, za jak dlouho vlastně vznikne takový román? Já přepisuju strašně moc, to psaní vůbec není lehký, i když možná čtenář si myslí, že to je napsaný lehkou rukou. Jinem írok je dělatelný könnyen, nagyon nehezen írok, sokszor visszatérek és átírom a dolgokat, annak ellenére, hogy az írónak lehet, hogy az a benyomása, hogy ez ilyen könnyű kézzel van megírva. Takže vlastně se pracuju s každou větou, vždycky chci, aby nebyla zbytečná, každý úsek, aby měl pointu. Hodně na tom pracuju. Já jsem vlastně to téma měla zaznamenaný jako záznam, ale pak jsem na tom pracovala jako na literatuře, aby to bylo dobře napsané. Tehát én valóban tényleg nagyon lassan írok, mert mindig úgy próbálom megírni a szöveget, hogy ne legyen benne semmi fölösleges mondat, hogy minden ugye bekezdésnek legyen valami csattanója. Tehát a könyv úgy készült el, hogy én valójában először feljegyzést készítettem, és utána visszatértem, és az egészből irodalmat csináltam. Takže jak jsem kdysi nečetla, tak teďkon zase mám problém s tím, že se mi spousta věcí, třeba i to můžou být, mohl by to být silný příběh, ale spousta věcí a obzvlášť v současné literatuře se mi zdá špatně napsaných. Tehát én most úgy érzem, hogy akkor is, ha most ugye más szerzők műveiről beszélek, akkor sokszor az a benyomásom, hogy egy jó története van ugyan, vagy hogy jó témája, de hogy nincsen jól megírva.